A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket. Mai műsorunkban a babaúszásról lesz szó, illetve arról, hogy milyen jótékony hatásai vannak a vízben való mozgásnak a legkisebbekre. Itt van velem a stúdióban Matesz Csilla, válogatott úszó, víziterapeuta. Szervusz, köszöntelek. Jó napot kívánok, én is szeretettel köszöntöm a nézőket. És hát ugye a Matesz módszer megálmodója, létrehozója, ezt el is felejtettem mondani, de erről majd egy picit később beszéljünk. Kezdjük azzal, hogy te miként, hogyan kerültél kapcsolatba a vízzel? Ez egy nagyon érdekes történet, ugyanis 2,5 évesen beestem a Balatonba, Földváron, ruhástól. Az apukám akkor kihúzott, azért elmondanám, hogy az majdnem 60 éve volt, de akkor még nem is volt, nem csak hogy Magyarországon, de a világon sem babaúszás. Apa akkor kivett a vízből, és azt mondta, hogy az első dolog, hogy meg kell tanulnom úszni. Mindenkit felkeresett, de senki nem vállalta a foglalkozásomat. 5 éves voltam, amikor levitt a Margit-szigetre, és akkor azt mondta az akkori edzőm, hogy ez a kislány itt marad, mert olyan ügyes a vízbe. Így lettem én úszó, és válogatott úszó. A babákkal úgy kerültem kapcsolatba, hogy a szüleimtől kértem testvéreket. 1970-ben, hát hongkongi influenza volt Magyarországon. Az anyukám ikerterhes volt, elkapta a vírust, ő életben maradt, a testvéreim, az ikerfiúk meghaltak. Amikor anyukám hazajött a kórházból, akkor alig köszöntem neki, fogtam a játékbabámat, beraktam a kádba, és azt mondtam, hogy én babákat fogok úszni tanítani. 7 éves voltam. Ezután folytattam a pályafutásomat, a versenyúszást, és igazából, amikor a kislányom megszületett, akkor már 20 éves voltam, vagyis 40 évvel ezelőtt, vele hoztam be Magyarországra a babaúszást. Térjünk még egy picit vissza erre a balesetre, hogy utána hogyan mertél visszamenni a vízbe, illetve emlékszel erre az esetre? Csak arra emlékszem, hogy kijöttem a vízből, és apukám karjaiban nyugodtam meg. Nem maradt se negatív, se pozitív élmény, de úgy látszik, hogy nem történhetett olyan nagy dolog, mert gyakorlatilag, ha egy babát vagy egy gyermeket vízbe érkezik, és ott van a segítség, abban a pillanatban, egy 8-10 másodperc alatt, akkor a gyors ijegységen kívül nem történhet baj. Ez kicsit hasonló, amikor a babák tanulnak járni, ugye mi megijedünk, hogy jaj, elesik, megüti magát, ha baba leül, föláll, és vidáman megy. És megy tovább. Igen. Azért a víz egy kicsit veszélyesebb, és jobban kell erre figyelni, ezért is tartom fontosnak, ma meg már a világunkban, hogy a víz az egy nagyon fontos. A mozgás, az a lételem, mert anélkül meg nem fejlődik az értelem. Igen. A játékbabákból hogyan lettek igazi babák a vízben? Az úgy történt, hogy én abba hagytam az úszást, addig csak egy olyan kis, hát sportoló voltam, jártam az iskolába, de nem éltem a világomat, mert ugye egy sportoló, aki azért nem amatőr, hanem profi, a legtöbb időt az uszodába tölti, és a versenyeken kitörtem a világból, elindultam bulizni, megtaláltam a férjem, megszületett Zsani. És amikor Zsani megszületett, én még nem is készültem fel az anyaságra. Milyen érdekes, hogy amikor hazavittem a kislányomat, akkor leraktam az asztalra, és hívtam az anyosomat, aki csecsemőgondozó volt, hogy gyere, mami, gyorsan, mit kell csinálni egy babával? Emlékszem ezekre a pillanatokra. Hogy fogom megfürdetni? Ki fog nekem abba segíteni, hogyha enni kell adni, és mit adok, és hogyan adok? Már akkor foglalkoztatott a történet. Most Zsanival elindultunk a nagyvilágba. Kudlik Júlia nénit láttam a Delta sorozatba, amikor a babák úsztak a víz alatt. Kiutaztam Moszkvába, fél évig kint voltam, gyakoroltam, tanultam, viszont ha az a módszer jött volna be Magyarországra, vagy én azzal foglalkozok, azzal a tematikával, akkor ma már nem itt ülnék.
Hát a babák sírnának, a babák félnének a víztől. Gyakorlatilag hazajöttem egy papírral, amire rágépelték, oroszul, ugye mikor osztályunk oroszul beszélt, hogy babaúszást tarthatok. Mindjárt hazajöttem, boldog voltam, de egy falba ütköztem. Akkor 1985-86-ot írunk. Mindenki azt vallotta, az orvos, ne menjen a baba a vízbe, mert megbetegedhet a védőnéni, hát majd csak akkor, ha már szobatiszta a szakma, hogy majd 5 éves korban megtanul úszni a gyermek, de mint versenyző, az éremnek 2 oldala volt, tudtam, hogy jó dolog, de valami más kellett kitalálnom, ezért Zsanit beraktam egy sporttáskába, mert sehová nem engedtek be az úszodákba, és bevittem, most már elmondhatom, ugye a Honvéd sportuszodába bevittük az apukájával, kiraktuk a medencénél, bementem, megúszottam, vissza a táskába, kivettük és beraktuk a kocsiba. Így indult az én baba úszásom az én saját kisgyermekemmel. Aztán Varga Lajos kollégám, aki öttusázó volt, azt mondta, hogy na jó, Matej Csilla, te mindig más voltál. Az Almási téren dolgozok, gyere, nézd meg. Megnéztem a medencét, meleg volt a víz, és így a 87-es, 88-as években kezdtem. Először csak a barátnőim hozták a babákat, akkor még nem volt internet, nem volt mobil. Akkor még Magyar Posta volt, táviratok voltak. Így hát, amit én a mai világban is leginkább érzek és tapasztalok, a legjobb, amikor a szülők egymásnak mondják a tapasztalatokat. Uh-huh. Az egyik anyuka mondta a másiknak, hogy én voltam a Csilla néninél, és az Almási téren babaúszáson. Az meg mi? Úsznak a babák egyedül? Vagy bent vannak a szülők a vízbe? Vagy be kell ugrani, vagy lenyomják? Vagy mibe úsznak? Hogy nem kakilnak a vízbe? Azért, mert van egy speciális úszópelenkájuk. Ma meg már kifejlesztettük a speciális 3 rétegi úszóbugyikat. Persze vannak a pelenkák is. Így történt az, hogy elindultam a babákkal, de az élet mindig vitt tovább. Uh-huh. Megtanítottam a babákat úszni, nem a babákat, 3-4-5 évesen, és akkor Szécsi Tamás bácsi volt, a nagy ő, aki ugye, tudjuk, a mesterünk, hány sportolót olimpikon átett. Tamás már mindig azt mondta, te ügyes vagy, Matej Csilla, de te legyél jó feleség meg anya. Majd a fiúedzők megtanítják és viszik a világba a sportolókat. Mindig elvitte a babáimat, akik fölnőttek. Én sem voltam olimpikon, válogatott úszó voltam, magyar válogatott. Persze, hogy vágytam egy sikerre, mint egy orvos, aki a gyermekét szeretné orvosnak, az ügyvédnek. Én szerettem volna, ha lesz egy olimpikonom. Zsani szerette a vizet, de nem annyira szerettem volna, mint anya, hogy profi sportoló legyen, hiszen ahogy mondtam, kicsit elmúlt a világom, és nem tudtam kiélni a gyermekkoromat. Azért azt hozzáteszem, hogy ma is abból profitálok, amit a sport adott. A kitartás, az alkalmazkodás, és hát, ami az elsődleges, a víz és a gyerekek. Szóval Zsani nem lett élsportoló, én pedig találkoztam az élet másik oldalával, de természetesen a vízbe, a sérült gyerekekkel. Uh-huh. 15-20 évig én gyógyítottam a vízbe, de a babák mindig visszahoztak a világomban. Soha. Mindig voltak kisbabák, mindig tanítottam barátok, babáit házakhoz jártam, és nem beszélve arról, hogy már akkor is azt mondtam, hogy mennyire fontos a mozgás, az akkor az a 20-30 éve. Mit csináltam? Ha nem volt helyem, akkor mentem a családokhoz. Hová? A házakba, ahol nem mindenkinek volt medencéje, de milyen jó, hogy még a lakótelepen is megtalálhatók a kádak. Igen. Mert mit tettem én? Elmentem, és megmutattam anyának, apának, hogy hogyan tudják a kádban, a vízbe, a környezetbe a kisbabát csak mozgatni. A kisbabának mennyire jó, ha nem fáj a kis pocakja, ha mozog, utána fog egy nagyot enni és aludni. Így hát már akkoriban csináltam a kádúszást. Igen, pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy egyrészt, hogy milyen jótékony hatásai vannak ennek, hogy a babák a vízben mozognak. És hát mi volt az a pont, amikor megszületett a Matesz módszer?
A babák jótékony hatásai az elsődleges, hogy visszakerülnek abba a kőzegbe, ahol 9 hónapig lubackoltak a pucakban. Uh-huh. Ha meggyógyul a kisbaba köldöke, akkor nyitott arra, hogy emlékszik arra, hogy milyen jó volt az anya pucakjában. A jótékony hatása tulajdonképpen tényleg az, hogy megszereti a mozgást. Nem kell élsportolónak lenni. Igen. De a leges-leges legfontosabb, főleg az utolsó jó 10 évben, hogy nem maradhat ki, legalábbis szeretnénk, akár a szárazföldi, vagy a víziterapeuták, hogy ne maradjon ki a kúszás vagy a mászás. Én innen indítottam. Már a Covid előtt ugye találkoztam sok-sok gyermekkel az uszodában, 4-5-6 évesek. Miért nem figyelnek rám? Miért nem tudnak lebújni a víz alá? Miért nem tudja, hogy melyik a kis keze? A keze, akkor még nem mondtam, hogy jobb vagy a bal kéz. Uh-huh. Miért nem tudja kinyújtani a lábfejét egy spicbe? Azért, mert valamelyik mozgásforma kimarad, ez a kúszás vagy a mászás. Ha valamelyik mozgásforma kimarad, később a viselkedésbe, a figyelembe, a magatartásba vagy a tanulásba, hát egy gát jelentkezik. Ezért van most nagyon-nagyon sok sajátos nevelésű kisgyermek. A 2023-as statisztika háromszorosára nőtt a sajátos nevelésű gyermekek száma. Az én indítatásom igazán az unokám Maxim születése hozta. Ő egy korai kisbaba, kellett a fejlesztés, és akkor azt mondtam, hogy más lett a világ, más a generáció. Már nem úgy úsznak a babák, hogy le kell nyomni a víz alá, és csuda jó a vízben. A vízben jó, de a víz alatt miért jó? Mi van akkor, ha egy traumát szerzünk azzal, mert mi nem szeretnénk, hogy víz alá menjen a baba, de mi éppen azt mondjuk, hogy jön a víz, merülés. Ezeket én megfigyeltem, és a tanítványaim, akik már felnőttek lettek, szárazföldi TSMT, alapozó, írisztornák, dévényesek, Csilla néni, ez nem biztos, hogy jó. És szépen elindultam egy úton, és elkezdtem a módszert kidolgozni. Uh-huh. Mi van akkor, ha a baba nem megy víz alá, de mozog, de a baba jár a vízben úszni? Mi van akkor, hogyha mégis merül, ha van egy hajlama, egy hiperaktivitás, egy figyelemzavarra, egy diszlexiára, egy diszgráfiára, akkor ne csináljuk, hogy lenyomjuk a víz alá, csak mozogjunk a vízben, tornázunk, énekeljünk, mondokázunk, vannak a speciális segédeszközök, ezekre van szükség. Aztán eljött a Covid, akinek mindenkinek egy új helyzetet alakított, nagyon-nagyon sokat gondolkoztam, hogy hogyan tovább. Nem tudtam már annyi helyre elmenni én is az általam képzett oktatók, terapeuták, instruktorok, mert egyre több felkérés volt. Angliából indult el a Baby Spa. Aki még nem hallotta, az nem is tudja elképzelni, úristen, egy spa vagy egy wellness, mitől az? Az, hogy ez nem egy fürdőkád, ez egy speciális jacuzzi, amiben vannak buborékok, fények. És ha nektek, kedves szülők, és nektek, nagyszülők, jó a pancs és a jacuzzi, akkor a kisbabának is nagyon jók a hatékonyságai. Igazából én megtaláltam a nagyvilágban a jacuzzikat, de hosszú hónapok, hetek kellettek ahhoz, hogy valaki meghallgasson. Pályázatokat adtam, senkit nem izgatott, nem voltak. A koromnál fogva én persze dolgoztam egész nap, szükségem volt egy fiatal erőre, aki mellém áll, és mondjuk ennek az üzleti, vagy hát a részét csinálja, amit én nem szeretek. Tehát a papírmunka. Angliából indult el egyébként a Baby Spa 10 évvel ezelőtt. Egy gyermekorvos doktornő csinálta meg először, nem ezekbe a jacuzzikba. Nagyon-nagyon utána kutattam, és akkor a tengeren túl megtaláltuk a jacuzzikat. Elindultam egy tanítványom szüleivel, ott nem jött be az együttműködés, mondhatnám, hogy egyáltalán, viszont a jelenlegi üzlettársam Láng Eszter, akivel másfél évvel csináljuk a Matez Baby Spa-kat, nagyon-nagyon jól együttműködünk, és 21 helyen működik a Baby Spa, a Matez Baby Spa az országban. A visszajelzések adják magukat. Gyakorlatilag itt a kisbabák nem babaúszáson vannak, hanem vízben lubickolnak. Az elsődleges célom az a prevenció.
hogy szeresse a vizet, szeressen mozogni. Nyilvánvaló, hogy még 2 hónapos korig nem is láthatjuk, hogy mi az, ami a babának egy mássága a szárazon. Igen. De a vízben már látjuk, hogyha kicsit leesik a kis feje, ha nagyon tartja, ha nem szeret hasalni, nem szeret háton lenni. Az instruktorok segítségével tanácsokat adunk a szülőknek, hogy mi az, mi nem orvosok vagyunk, mi nem gyógytornászok, mi igazából átmozgatjuk a babát egy fizikális és lélektani program a miénk, ami természetesen 34 fokos vízben történik, különböző fényterápiák vannak a jacuzzi alján, alul jön a buborék és oldalt. Ezek a programok 45 percesek. Ja, nem ennyit vagyunk a vízbe, és nem nyomjuk le a babát a víz alá. Különböző segédeszközök vannak. A segédeszközöket mérnökökkel terveztük meg, sok idő, sok hét, sok hónap, mert hogy nem úszógumiba vannak, először egy kis pancsi párnál lebegnek, majd azok a babák, akik szeretik már a környezetet, elfogadták a helyszínt, a vizet, fölkerülhet a speciális nyakúszó. Ne tessék azt gondolni, hogy megfullad a baba, meg kiborul, meg hogy milyen rossz neki. Ez egy olyan speciális nyakúszó, amiben lebegnek a babák, és szépen elrelaxálnak. Van olyan, hogy magas nyakúszó, nagyon fontos azoknak a kicsiknek, akiknek mondjuk van egy másságuk, mert a születésnél a fejtartásuk vagy már úgy született, vagy időközben nem úgy figyel a baba, és nem úgy tartja. Megelőzés. Kúszunk a vízbe, hason, mi nem fürdetjük a babákat. Más a fürdés, és más a program része. Természetesen van egy bemelegítő torna, ahol ráhangolódnak a babák, hogy hol vannak, mit csinálnak. Ez a szárazföldön történik, a pelenkázon, vagy anyával, apával együtt énekelünk, mondókázunk. Az instruktorok megtanítják a szülőket, hogy otthon hogyan foglalkozzanak a babával. A torna után megy a babókkal a jacuzziba, és ha még itt nem lenne a vége, jön egy masszázs, egy levezetés. 3 részben áll a program, heti egyszer járnak a kisbabák. Tehát, hogyha jól értelmezem, akkor a szülők kezébe adod igazából a tudást, tehát, hogy otthon is tudják csinálni, ne csak ott nálatok a szpában, hanem ezt haza is vigyék, ezt a tudást. Igen, illetve, ha jól először az instruktorok kezébe adom, az instruktorok pedig átadják a szülőknek, hiszen én nem tudok mindenhol, bár minden babával ott lenni, de minden helyszínen havonta egyszer ellátogatok, és akkor az instruktorok azokat a kisbabákat utalják be hozzám, akiknek van egy kis másságuk valamiért. Ugye akkor én történik egy találkozás, egy konzultáció, egy állapotfelmérés, és akkor szoktam tanácsolni, hogy milyen irányba menjenek, konduktorhoz, gyógytornászhoz, dévénytornára, mi ez a segédeszköz. Igen, viszont ez elsődleges, hogy otthoni környezetben legyenek boldogok a babák, mozogjanak. Nagyon gyakori kérdés az, Csilla néni, nem alszik a kisbabám. Másfél éve vagyok konkrétan a nagyon picikkel. Tehát a 3-4 hetes kortól így van. Nekem is vannak újdonságok, ami azt jelenti, hogy adok és kapok, utána nézek. Én is járok előadásokra, én is tartok előadásokat, fejlesztem magam, és igen, a külföldi bébiszpákkal is kapcsolatban vagyok, és ők szeretnének már bekéreckedni a Matesz módszerhez, mert külföldön nincs módszer. Ott megkapja a szülő a lehetőséget, hogy a jacuzziba lehet a babó, a nyakúszóba, de már látják és kérdezik, hogy mi ez és milyen jó. Mert vannak magyar családok, akik viszik, itt hazajönnek, és viszik ki azt, amit itt kaptak tőlünk. Mióta mondtad, hogy a vízben kúszhatjátok a gyermekeket, azon gondolkozom, hogy ezeket hogyan lehet elvégezni a vízben. Tehát megmutatod neki kis kezét, lábát, úgy teszed? Igen, vagy hogyan kell ezt elképzelni? Kár, hogy nem hoztuk be perkét, az egy olyan baba, amivel az instruktor mutatja a szülőknek, egy játékbaba. Igen. Igen, ugye megtörténik a torna, és a torna után megmutatjuk eperkével egy játékbabán, hogy hogyan tegye be a szülő a vízbe. Először egy ülő pozícióban. Ugye emlékszik a kisbaba a magzati pózra. Megvárjuk, amíg ráhangolódik, hogy mi történik a babának, hogy mi a jó. Utána pedig felfektetjük a hasára.
A mellkas alatt tartjuk, az egyik ujjacskával pedig tartjuk a kis állát, hogy ne essen be az arca babának. Szépen lebegtetjük hason, utána tornázunk a kicsi lábával, kezével. Azt mondja a módszer, hogy átmozgatjuk a kisbabának a kezét, a lábát, a törzsét. Különböző egyensúlyfejlesztő gyakorlatok vannak, játék, mondókák, énekek. Mindig kérjük az anyukákat, hogy énekeljünk együtt. Van kedvenc zalod? Nincs, akkor mit tanítunk? De ha te hozzál, mit tanuljuk meg? Az órák jó hangulatúak. A szülők jelen vannak a foglalkozásokon, általában anya és apa jön, de vannak családi napok, amikor eljöhetnek a nagyszülők is. Nagyon-nagyon élvezik, hogy látják a kicsit. Igazából egy élmény a családnak, ami az előny a babaúszással kapcsolatban, hogy itt nem kell átöltözni az anyukának, nem kell vetközni, a higiénia. Minden babaúszodára figyelnek, én babaúszó párti vagyok. Tehát amikor kinövik a dzsakuzit a babák, akkor mi küldjük az adott városba, az adott helyszínekre, csak egy dolgot kérek, hogy ne merüljenek, menjenek, mozogjanak, lebegjenek. Általában most már a másfél év után, ahol vannak a Matesz bébiszpák, már csináljuk a Matesz úszósulit, és már mennek ki az úszodákba is a babák, de mi ajánljuk azt, ha nem velünk, hogy mozogjanak és járjanak a babaúszásra, ott a szülők már vízbe vannak. Itt hangsúlyozom, hogy higiénikus, nincs bent, minden baba után van egy protokoll, ami után forgatjuk a vizet, le kell engedni, ennek szigorú előírások vannak, amiket be kell tartani. Amire nagyon büszke vagyok, ez a 2023 ilyen megfigyelések éve volt, hogy nálam nagyon sok baba volt az én kezembe. És olyan boldogan fekszem le, kicsit fáradtam, vidáman kelek, mert a visszajelzések pozitívok, de ami a legjobb, hogy itt a babák valóban nem mennek a víz alá, itt tényleg nem kerül baci az órocskába, a torokba, a pocakba, és nem kapnak semmilyen fertőzést. Azok a babák, akiknek valamilyen másságuk van, ahogy te mondtad, rájuk milyen hatással van a víz? Tulajdonképpen miből tudod őket kigyógyítani? Én nem orvos vagyok, én igazából egy úszóoktató, gyógyúszóoktató, instruktor, tehát 40 éve vagyok a babákkal. Én mindig konzultálok az orvossal, a gyerekorvossal. Nyilvánvaló, hogy nagy tapasztalatom van. Kigyógyítani nem tudom, de mentális és fizikális egy jó közérzetet tudunk biztosítani. Például egy Down-szindrómásnak, aki ugye kromoszoma rendellenességgel született, a kis Down-babáknak nagyon fontos a minél előbbi mozgatás, hiszen általában hipotón, az laza kisbaba. Tudok segíteni olyan kisbabának, akinek fáj a pocakja, vagy nem tud kakilni, azokkal tényleg látványos eredmény van. Azoknak a kisbabáknak, akik nagyon feszesek, nagyon-nagyon sokat segít. Olyan jó érzés, hogy kapok egy kis gombócot, és amikor berakom a vízbe, és 20 perc után kijön, akkor tényleg egy ilyen kis laza, vidám kisbaba lesz. És az is érnek, amikor kivesszük őket a vízből. Igen, szerettem volna kérdezni, hogy a szülők visszajelzése ezek szerint pozitív, na, de a babáké milyen? Érdekes, hangulat emberek, de mi is azok vagyunk néha-néha. Hát igen. Ha esik az eső, és nem alszanak jót, fájt a pocakjuk, vagy jön a fogacskájuk, akkor azért tudnak huncutok lenni. De tessék azt elképzelni, hogy sír kint a tornánál, és egyszer csak történik egy változás. Berakjuk a vízbe, és mintha elvágták volna, elfelejtik. Sokszor jön anyuka, vagy jön a telefon, Csilla néni, mert nem vagyunk, mert olyan rosszul aludtunk. Rendben, megértem, de ajánlom, hogy próbáljátok ki. Gyertek el, de reggel óta sír, hozd el a babódat. De rakja, jaj, de jó, hogy eljöttünk. Fáj a foga, most nem szeretném, hogyha a többiek sírnának. Igen, gyerek kezel, dörzsöd be a kisfogát, kent be, és adunk egy rágókát a vízben. Jaj, van egy kis kacsa, egy kis rág. Hát van, aki csak azért jön, hogy azt rágja. Egyébként oltás után a közérzetük, ugye a hangulatuk, nem a közérzetük, olyankor egy picit megint, tehát változó, ingadozó, nyilván nem az oltás napján, nyilván nem akkor, hogyha hőemelkedése vagy láza van a babának.
Amikor eltelik egy-két nap, akkor utána jönnek, és imádják a vizet. Azok a babák szoktak egy picit sírni, ha késő jönnek hozzánk. Mondjuk 6-7 hónapos. Na, azért sírt, mert otthon már megszerette, megszokta a saját fürdőszobáját, a saját kis fürdőkádját. Bekerülünk egy nagy helyre. Sok baba sír, itt a sok néni, meg a bácsi. Mi a víz, mi lesz velem? Ők már 6 hónaposan. Igen, igen, nagyon okosak. A mai babák majdnem, hogy nem válaszolnak. Tehát nem tudnak, de mindegy, sok mindent megértenek, tényleg. Na, ők egy picit szoktak, én azt szoktam mondani, hogy ne röltessünk semmit. 3 alkalom. Ugye minden harmadik tempónál veszünk a gyorsúszásnál levegő, 1-2-3, a varázsszámnál, és a 3, így 3 alkalom után, ha nem nyugszik meg a baj, és nem szeretné, akkor nem erőltetjük. De mindig mondják az instruktor, Csilla néni igazad volt, 3-nál már nem sírt. Nagyon, tényleg nagyon, a pozitív visszajelzések azok az, hogy aki korán, tehát tényleg 4-5 hetesen eljött, ma is volt egy 10 hónapos baba, és elmesélte az anyuka, hogy mindent időre. Tehát a kúsz, a forgás, a kúszás, a mászás, és már áll a baba, de még nem indul el. Mi szakemberek azt szeretnénk, ha minél többet lennének a babák a földön. Tehát, hogy minél később induljanak el. Jó, minden baba egy külön, a születésétől egy külön kis gyöngyszem. Minden baba önmagához képes változzon és fejlődik. Hallom anyukákat, néhány csoportban is benne vagyok, amikor egymásnak kérek, az enyém már 5 hónapos, és ezt csinál, a tiéd még nem. Kérem szépen, egy 10-15 évvel ezelőtt hasonlóak voltak a babák. Értem az alatt a fogzás. Nem indult el, már van olyan kisbaba, 2 hónapos, ha nem fogzik, de már a csíra, már látható. Találkozom 4 hónapos babóval, akinek már van foga, és utána nagyobbaknál 4 évesnél, aki már kiesik, de van olyan, aki 8 évesnél. Hát régebben mindenki, amikor mentünk mi, meg még ti is iskolába, 5-6 évesen mindenkinek kipotyogott a foga. Igen. Már ez is össze-vissza van. Már korábban vagy későbben. Picit felgyorsult a világunk. Picit sok. Nem tudjuk se a vízi, se a szárazföldi szakemberek, hogy mitől van több feszesebb baba. Nem tudjuk vissza. Nyilván a Covid közrejátszott, és hogy a terhesség alatt a fogantatás, az árkózott, de még mindig azt látjuk, hogy nagyon sok kisbaba feszes. Nyilván, hogy Csilla néni azt mondja, hogy kicsit sok a kütyüge. Jaj, mikor még megyek a házakhoz, vagy a jacuzziba is, szépen lebeg a baba, és anyuka fogja a telókát, és ott... Ó, mert azt követi, a baba azt nézi. Mondom, anyuka, ezt kérhetném akkor most itt, ne, de hát úgy megnyugszik a baba. Szuper, gyere, daloljunk, énekeljünk, mutogassunk, és olyan szépen megnyugszanak a kicsik. Hagyjuk, kedves anyukák, apukák a kütyügéket, ráérünk. Tudom, modern világban nem léteznék internet és telefon nélkül, de amennyire lehet, csak húzzátok. Beszélgessetek, meséljetek a babának. Annyira, de annyira fontos. Énekeljetek a meleg vízbe, üljetek be a fürdőkádba a babóval, ha csak egy 4-5 percet is, a minőségi idő adja majd azt a csodavilágot, amit visszakaptok a babáktól. Nagyon-nagyon fontos, és én tényleg nagyon sok konferenciára járok, ahol ugye visszaköszön a pszichológusoknál, amikor azt mondjuk, hogy ez egy gyerekkori trauma. Hát kérem szépen, van babakori, csecsemőkori trauma is. Például ugye, bocsánat, aki nem természetes úton jön, hanem a császárral, még maradt volna a baba, de ki kell jött, nem jött át a szülőcsatornán, hiányzik a kúszás-mászás. Ugye nem beszélve, mennyire fontos a táplálkozás, az anyatej, de ma már nagyon sokan tényleg jól, nem jól táplálják, nagyon jók a tápszerek. Tényleg, tehát nem szabad ezt mondani, mert tényleg az anyatej, és nagyon jók a hozzátáplálás. Sok-sok szakember tud segíteni, mikor, hogy, melyikkel. Ezt is nagyon hasznosnak tartom. Még így végezetül szeretném megkérdezni azt, Csilla, hogy honnan ez a mélyről szívből jövő szeretet a babák iránt? Az én életem a víz és a babák. A magánéletem az nem annyira virágzó,
mintamunkám, azt gondolom, hogy én találkozhattam azzal, amit nem minden ember kap, vagy ismer föl. A Jóisten erre teremtett. Kívánom, hogy, vagy szeretném, nem kívánom, hogy még legalább egy 10 évet hasznosan. Kicsit későn érő vagyok, jó lett volna 10 évvel ezelőtt a Baby Spa, mert nagyon-nagyon sok babának szüksége van arra, hogy mozogjon, jól érezze magát. Én azt üzenem, kedves anyukák és apukák, hogy mozogjatok ti is, a babák is. Ha nem is jöttök el valamelyik Baby Spa-ba, akkor is élvezzétek a mozgást, a vizet, vigyázzatok magatokra, legyetek egészségesek, és ne felejtsétek, a mozgás a lételem, anélkül nem fejlődik az értelem. Gyertek a Matez Baby Spa-ba, Székesfehérváron, csoda, egy úszótársnőmmel nyitottuk, Andi azt mondta, hogy ő bizony követi, és szeretne segíteni a családoknak. Tavaly októberben nyitottunk, és nagyon-nagyon szeretem a fehérvári Baby Spa-t, mert itt is szív, lélek és gyönyör van. További szép napot, köszönöm a meghívást. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és mindezt elmondtad nekünk. Kedves nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, hogyha tehetik, maradjanak velünk továbbra is itt a Fehérvár TV-n. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.